A héten már mindegyik területen az építési munkálatok vették át a főszerepet Szekszárd központjában. A zöldváros program keretében mindenhol elkezdték a térkövezést a szakemberek. 4 hét elteltével több mint 15 ezer tonna anyagot mozgattak meg, mondja a kivitelező. Emellett a Liszt Ferenc téren már 1500 négyzetméternyi burkolatot is leraktak. A szükséges térkövek 90%-a helyszínen rendelkezésre áll a munkások részére, illetőleg az ágyazati részek 95%-ával teljes egészében mindenhol el is készültünk. Ütemtervnek megfelelően haladunk, a határidőt pedig szigorúan tudjuk tartani. Egyre kevesebb munkagépre is van szükség, ezzel pedig a zajhatás és a por mennyisége is folyamatosan csökken. Gyurkovics János alpolgármester szerint a munkálatok előrehaladása megelégedésre ad okot. A Prometheus Parkban készül a Szökőkút medencéje is, itt korábban a szigeteléssel sok gond volt, most olyan burkolatot készítenek, amely hosszú ideig garantáltan vízzáró lesz. Több alkalommal felvetődött, hogy a szökőkútból való vízelfolyás, de most egy olyan megoldás lesz, ami itt hosszú távon biztonságot jelent. A múlt héten is elmondtam, de ismétlem, hogy 60 hónap plusz 2 év a garancia, úgyhogy bízunk benne, hogy ilyen víztartó próbát is fogunk csinálni, és hosszú távra meg lesz oldva a dolog. Azt még nem tudni, hogy melyik terület fog elsőként elkészülni, azonban biztos, hogy napokon belül már teljes térkövezett felületeket is láthatnak a lakosok.